Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Idén jött létre a városban az úgynevezett debreceni BSC kerekasztal. Ez a helyi Business Service Centers, ami üzleti szolgáltató központokat jelent. A kerekasztal célja, hogy a városban jelenlévő cégek közösen növeljék az üzleti szolgáltató központok ismertségét és elismertségét a régióban, bemutatva a szektor értékteremtő tevékenységét, bepillantást engedve a modern és dinamikusan fejlődő környezetbe, a változatos karrier lehetőségekbe és a nyelvi, kulturális sokszínűségbe. A debreceni kerekasztalban jelenleg 8 cég vesz részt, de hogy miért is fontos ez a város számára, illetve milyen terveik vannak a kerekasztal tagjainak, többek között erről kérdezem vendégeimet, Kocsik Marosi Virágot, a BT Magyarország stratégiai vezetőjét, és Póser Zoltánt, az LDC Debrecen ügyvezetőjét. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, elfogadták a meghívásunkat. Debreceni BSC kerekasztal. Egy kicsit, megmondom szintén, olyan misztikusan hangzik ez a történet, mint a lovagoknak, a kerekasztal lovagoknak a találkozási pontja, de valójában mit is jelent ez pontosan? Nagyon fontos a városban, hogy ugye az ipari szereplők mellett, akár gyári szereplők, amiből mostanában kaptunk, és szerencsére lesz még, ha úgy látjuk, a service szektor, vagy ez a szolgáltató szektor is 2007 óta nagyon komoly fejlődésben van. És ennek a szolgáltató szektornak különböző nevei vannak, és végül is megállapodtunk egybe a BSC vagy üzleti szektorba, és azért nagyon fontos ez, mert itt a szereplők és a város és az egyetem ült össze, és azt mondta, hogy rendben van, hogyha ebbe fejlődni szeretne a város, akkor ahhoz mit kell tenni. Ugye a város már elkezdte hozzátenni azt, hogy irodaházat építünk, reptér, tehát az infrastruktúrális alapok megvannak. Az egyetem oldalról megvannak egy-két képzés, de nem biztos, hogy össze van hangolva arra az igényre, ami ezeknek a cégeknek szükséges. Ami itt most történik, az, hogy egy asztalhoz ülünk, és elkezdünk őszintén beszélgetni, hogy mi akkor tudunk nőni, hogyha ilyen képzéseket kapunk, ha ilyen diákokat kapunk, de így tudjuk segíteni az egyetemet, így tudjuk segíteni a várost. És elindul egy folyamat. 2007 óta indult el, ugye a BT már jó néhány esztende itt van Debrecenben. Hogyan tapasztalják? Mennyire fontos ez önöknek? Tehát azt mindig halljuk, hogy a város részéről miért fontos, meg a város mit próbál megtenni, de az, aki itt van, cég és tapasztalatai most már bőséggel vannak ennyi év után, de akár önöknek is, mennyire fontos az, hogy tömörüljenek? Ugye 8 cég vesz ebben részt. Érdemes megemlíteni, hogy a BSC Business Service Centers, tehát az üzleti szolgáltató szektorban Magyarországon kb. 50 ezer ember dolgozik, amit kevesen tudnak, Debrecenben ez 1500 főre tehető, úgyhogy elég jelentős ez a munkáltatói szféra, és fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a cégek, akik ilyen üzletágban mozognak, olyan szinten képviselve legyenek a piacon, hogy ismerős legyen ez a szülőknek, az egyetemi oktatóknak, a középiskolai oktatóknak, és nem utolsósorban a diákoknak, mert ezek a cégek túlnyomó részt fiatal pályakezdőket alkalmaznak, és természetesen a karrier lehetőséget eléjük nyújtva, szinte tálcán tudnak itt fejlődni az emberek. Hogyan tapasztalják, akik önökhöz érkeznek, és pályakezdőkről beszélünk, ez nagyon érdekes, felkészültek? Készek arra, úgy jönnek ki a képzőintézményekből, hogy be lehet őket tenni és dolgoznak? Nagyon jó tárgyi tudással rendelkeznek ezek a fiatalok, akik kijönnek, viszont azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlati tudás hiányzik. És éppen ezért úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb sikertörténetünk így a rövid működésünk alatt, egyébként 2018. januárjában kezdtük meg a közös gondolkodást, és azt, hogy mi együtt akarunk működni, és most szeptemberben, tehát a napokban indul el egy közös kurzusunk az egyetemen, a GTK-n, illetve a BTK-n, elérhetővé téve minden igazából minden hallgatónak, nem? Kvázi minden hallgatónak, minden évfolyamon, és ezt a kurzust igazából azokból a közös kompetenciákból, azokból a dolgokból raktuk össze, amit minden cég keres ezekben a fiatalokban, és a 8 cég 50 dolgozója, 50 kollégája rakta össze a kurzus alapjait, és ők is fogják tartani. Tehát egy olyan gyakorlatias képzést próbálunk meg átadni a diákoknak, ami projektmenedzsment, üzleti kommunikáció és ilyen típusú tantárgyakra épül konkrétan, hogy amikor ők kijönnek a munkavállalói piacra,
akkor tényleg úgy lépjenek be majd hozzánk az ajtón, hogy tudják, hogy milyen céghez jönnek be dolgozni, tudják, hogy mi az elvárás tőlük ebben a munkakörnyezetben. Tehát azt lehet mondani, hogy ezzel egy kicsit előre mennek a munkaerőpiacon. Tehát nem azt mondják, hogy akkor kezdjünk el keresgélni különböző állásbörzéken meg egyebeken, hanem már a képző. Mennyire nyitott a város abban, hogy ilyenben segítse az ide települő cégeket? Mi ezt imádjuk. Komolyan, tehát ugye arról beszélünk Debrecenben, és mindig ez a kérdés, hogy honnan lesz itt munkaerő. De hogyha ilyen kicsit gyári gondolkozáson vagyunk, az alapanyag az bemegy. Na, rettentően sokan vannak az egyetemen. Évente több mint 6000-en végeznek. A kérdés mindig az, hogy az a 6000 végzős, az megfelel azoknak a cégeknek, akik itt vannak, vagy a régióban vannak. És akkor azt mondják a cégek, hogy látjuk, hogy nem mindenhol, meg hát most őszintén honnan tudhatná a legfrissebb tudást az adott közgazdászoktató vagy bölcsészoktató, ezt a cégeknek kell hozni, és az egyetem is azt mondja, gyertek, segítsétek a diákjaimat, hiszen el fognak tudni jobban helyezkedni. De szerintem ez egy nagyon jó irány, és hogy ne támogatnánk, ez a legfontosabb, tehát próbáljuk ezeket összehozni, és az, hogy ezek a munkaerőpiacon versengő cégek, és mégis azt mondják, hogy akkor közösen oktassuk, majd mindenkinek egy picit jobb lesz, aztán majd ott versenyzünk, hogy kikapja meg a legjobbakat. Szerintem ez egy rettentő jó irány. És én úgy tudom, hogy Pesten talán egy egyetemen elindult valamilyen gondolkozás, de hogy ennyire aktívan, előremutatóan nincsen máshol az országban. Az milyen jó hallani megint, hogy valamiben elől jár Debrecen. GTK és BTK került szóba. Miért pont ez a két tudományterület, ahol önök azt gondolják, hogy szükség van fejleszteni? Innen jön a legtöbb munkavállalójuk? Nem is a legtöbb munkavállaló, hanem nagyon fontosnak tartjuk a nyelvi képzésnek a hangsúlyozását. Ugye ezeken a szakokon már eleve ott van a nyelv, mi próbáljuk ezt akár egy üzleti nyelvvel is kiegészíteni szükség szerint. Ez igazából már igazából megint a jövőben gondolkodás, hogyha ebben együtt tudunk működni az egyetemekkel, középiskolákkal. Tehát ezek azok a karok, ahonnan olyan munkavállalók jöhetnek ki, akik potenciális munkaerői lehetnek ezeknek a multinacionális cégeknek. 8 cég, 50 munkatársa, aki vállalja ezt, az azért nagyon sok munkaóra. Most egy picit ilyen piaci fejjel gondolkodok, akkor ez igen sokba kerülhet önöknek, ma bocsánat. Igazából úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kicsit önkéntes munkának is mondhatom, tehát munkaidőn kívül is belerakjuk azt, ami szükséges, pont azért, mert azt látjuk, hogy ezzel tudjuk ennek a szektornak a jövőjét megalapozni, és tényleg erőnkön felül próbálunk ebben részt venni. És nekünk nem kerül sok befektetésben, mert onnantól kezdve, hogyha az egyetemekről kijönnek azok az emberek, akik nekünk utána potenciális munkavállalók, akkor vissza is fizetődik ez sokszorosan, ez a befektetés, én úgy gondolom. Na most egy picit más szemszögből vizsgálva, megint csak a város, ilyen tulajdonosi szemlettel nézve. Az, hogy van egy ilyen lehetőség, novum, elől járunk megint. Debrecen vonzóbbá válhat. Nem csak a leendő hallgatók számára, hanem a leendő befektetők szempontjából is izgalmas lehet ez a kérdés? Abszolút. Tehát kijavítanám, mert nem 1500, hanem 3500-an vannak már ebben a szektorban Debrecenben, szerintem csak egy botlás volt. Építjük az irodaházakat. Látjuk, hogy igény van erre, de úgy mindig jön az, hogy de hát hogy lesz munkaerő. És amikor azt tudjuk mondani, de itt már összefogás is van. Tehát, hogy nem csak a hardware van készen, a repülőjáratok, meg a irodaház, meg a jó életkörülmények, hanem a szoftverben is komoly előrelépések vannak. Ez mind versenynövelő képesség. Ha már verseny, és itt a legvégére azért lehet, hogy picikét szemtelen lesz a kérdés, előre elnézést kérek. Az önöknek lévén munkaadók, akik már évek óta itt vannak, látva Debrecenbe jönnek újabb és újabb befektetők, újabb és újabb munkalehetőséget. Hát ugye gondolom ez a versenyhelyzetet erősen befolyásolhatja önöknek. Lehet ezzel lépéselőnyt szerezni? Igazából a BT ugye az egyik legrégebben itt levő Shared Service Center Debrecenben. Én úgy gondolom, hogy sokkal erősebbek lehetünk együtt, mint külön-külön. Úgyhogy együtt tudunk lépéselőnyt szerezni, külön is megjelenhetnénk, viszont nem lenne akkora az ereje, mint így közösen. És az elszívó hatás Debrecenből elszívja az ország különböző pontjaira a munkaerőt a többi cég. Tehát ugye itt mindjárt a legfontosabb kérdés, hogy ne menjen el, ne menjen el külföldre, és legyen olyan versenyképes kereseti lehetőség, hogy itt maradjon.
Így van. Én úgy gondolom, hogy ezt mind tudjuk nyújtani, és igazából ez is a másik célunk, hogy Debrecen, amely egy teljesen élhető város, és tényleg kulturálisan, gasztronómiailag mindenhol megadja azt a lehetőséget a fiataloknak, illetve a többi korosztálynak is, ahol tényleg egy jó életkörülményt lehet teremteni. Versenyképes fizetéseket tudunk adni az embereknek, és illetve egy olyan nemzetközi betekintést a világba, ahol szinte napi szinten a világ különböző pontjaival idegen nyelven beszélhet, és nemzetközi fizetésért. Hát sok sikert kívánok ehhez, minél több fiatal profitálhassanak ők is, meg önök is. Köszönöm szépen, elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Egy évvel ezelőtt néhány lelkes fiatal, köztük lelkész, szervezőkészséggel megáldott presbiter önkéntes úgy döntött a város egyik dinamikusan fejlődő részén, hogy új református gyülekezetet alapít. Egy év elteltével stabil közösség formálódott. Templomuk, saját terük ugyan még nincs, ezért az Árpád vezér általános iskolájának aulája az otthonuk vasárnapról vasárnapra. Az eddigi tapasztalatokról, eredményekről kérdezem vendégeimet, Püski Dániel lelkészt és Itzés Dávid missziói munkatársát. Szép estét kívánok! Jó estét! Ugye egy évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára itt a stúdióban, de lévén, hogy pont egy éve alapították meg ezt a gyülekezetet. Egyáltalán hogy fogalmazódott meg, ezt már megbeszéltük a múltkor, és azt gondolom, hogy kicsit ismétlés nem árt, hogy fogalmazódott meg az önökben, hogy kell egy új református gyülekezet, hiszen több mint 20 van Debrecenben. 20-ra lapot húztunk, így lett 21. Igen, hát hasonló méretű városokban akár kétszer ennyi gyülekezet is elfér, bőven, de nem, ez csak az egyik oka volt. Azért nagyon sokan beköltöztek ebbe a városba az elmúlt évtizedekbe, és nem lett annyival több gyülekezet, úgyhogy ez önmagában is egy fontos szempont. Ahogy ma is látjuk, folyamatos építkezések költöznek be rengetegen a városba, úgyhogy valószínűleg lesz még szükség további gyülekezetekre is reményeink szerint. De azért annyit hozzátennék, hogy ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala meg az, hogy azt láttuk, hogy sok hasonló református gyülekezet van, és szerettünk volna egy kicsit fiatalosabbat, egy kicsit modernebbet is, egyfajta kísérlet is ez a gyülekezet, azért ezt érdemes így is kimondani, arra, hogy hogyan tudjuk egy 21. századi nyelvezettel, stílussal megfogalmazni azt, hogy mit jelent reformátusnak lenni, úgyhogy ez volt a másik oldala az egész előkészületnek, és ugye egy évvel ezelőtt ott az első összejövetelünk, az első előkészítő alkalmunk a februári nyitó istentiszteletre való felkészülésbe, de maga a gondolat az már két és fél évvel ezelőtt megfogalmazódott, és kellett egy idő, amíg ezt elő tudtuk készíteni. Most egy picit kritikailag még hadd kérdezzek úgy, hogy na jó, 20-ra lapot húztak. De hát van jó néhány gyülekezet, ahol meg, hogyha belát egy picit az ember, akkor meg mintha csökkenne a létszám. Tehát nem lett volna egyszerűbb azt mondani, hogy rázunk fel egy éppen alvó állapotba keveredő gyülekezetet? Ez is egy lehetőség. Sok helyen ezzel próbálkoznak. Látok olyan debreceni református gyülekezetet az elmúlt néhány évben, ami minthogyha most virágozna, minthogyha sokkal többen lennének ott, mint néhány évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon örülök ezeknek a folyamatoknak. Szükség van erre is, meg szükség van az újabb gyülekezetekre is. Én a kettővel együtt gondolkodnék. Mit jelent az, hogy másfajta szemlélettel, másfajta nyelvezettel próbálják megszólítani az embereket? Próbálunk úgy megszólítani embereket, próbálunk úgy megszólalni mi is vasárnap, hogy ez egy érthető mai nyelvezet legyen, ahogy Dani is említette, hogy a 21. században hogyan tud egy református gyülekezet működni. Azt éreztük, hogy helye van egy olyan gyülekezetnek, ahol az üzenet ugyanaz, a formai megvalósítás viszont más. Ez mit jelent, hogy formai megvalósítás már? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Akár az éneklést, hogyha hozzuk, mint egyik legfőbb példa. Egy hagyományos istentiszteleten legtöbben ezt orgonával tudják elképzelni. A mai fiatalokat ezzel nagyon nehéz megszólítani, és több gyülekezetben is alakult már kisebb dicsőítő csapat, zenekar. Mi azt gondoltuk, hogy ezt próbáljuk vasárnapi délelőtti istentisztelet szintjére emelni. Ne csak egy ifis alkalmon szólalhassonak meg ezek a zenekarok, hanem vasárnap délelőtt is például. Mert mai emberek másként igénylik mondjuk az ige hirdetést, tehát annak a nyelvezete is más? Természetesen egy kicsit más. Másrészt az üzenet ugyanaz. De
Erre most úgy beszélünk, mintha ez valami nagyon nagy novum lenne. Ha végignézzük akár csak a Magyar Református Egyház történetét itt, akár Debrecenben is az elmúlt 4-500 évben, akkor azt látjuk, hogy szinte minden generáció hozta a saját gondolatait, stílusát, és a városi reformátusság is folyamatosan változott. Maga az a kifejezés, hogy református sem olyan nagyon régi egyébként, 150 évvel ezelőtt nem is így hívták a református egyházat, tehát folyamatosan változik a református egyház is, meg minden egyház is, ahogy jönnek az újabb és újabb generációk. Úgyhogy erre azt gondolom, hogy mindig is szükség van, és igen, ez akár a prédikációknak egy kicsit a stílusába is megmutatkozhat, ahogy Dávid említette, az éneklésbe, a köztes liturgikus nyelvezetbe, illetve a prédikációban is. Igyekszünk olyan témákat, bibliai ige szakaszokat behozni, amelyek a mai ember számára, főként a mai fiatalabb generáció számára életfontosságúak, kulcskérdések, és azt reméljük, hogy ez a nyelvezet valahogy eltalál hozzájuk. Hogyan kell képzelni ma, hogyha valaki dönt, és hogy önök döntött, egy gyülekezetet fog alapítani és építeni, az hogy lehet ma megtenni? Házról házba kopogtatva, vagy milyen eszközökkel? Nagyon sok megelőző szervezést, gondolkodást, közös gondolkodást igényelt ez. Az első feladat az, hogy egy lelkes alapcsapatot kell az embernek maga köré gyűjteni, és ebben Dani is az egyetemi gyülekezeti hátterét illetően is nagy segítsége volt az úréti gyülekezetnek. Amikor már megvolt ez a 20-30 fős kisebb csoport, akkor el tudtunk kezdeni közösen gondolkozni, hogy mit és hogyan, milyen ütemezéssel. Együtt kezdtük el tervezni ezt az egészet, mindenki egy kicsit a sajátjának tudta ezt érezni. Az első fél év, tehát egy éve ilyenkor így is kezdődött egyébként, hogy 2-3 hetente találkoztunk, és akkor még nem Isten tiszteletre gyűltünk össze, hanem közösen alakítottuk, gondolkoztunk, hogy majd hogyan fogunk februárban elindulni. És ez egy nagyon fontos lépcsőfok ahhoz, hogy tényleg a közösség ki tudjon alakulni, és legyen hova elhívni az embereknek a barátaikat, ismerőseiket. Most ez a fajta előkészítő munka milyen eredményt hozott? Ez ugye február 18-án, egy szűk fél évvel ezelőtt volt a hivatalos nyitó istentiszteletünk, és akkor ott megtelt ez az aula, sőt, még ott a folyosón is nagyon sokan álltak, de hát nyilván ilyenkor sokan eljönnek vendégek, ismerősök, barátok. Úgyhogy ami azóta történik, az az igazi mércéje mindennek. Hát az előkészítő csapat az februárra egy ilyen 50-60 főre feldúzzat, hál' Istennek, és különböző életkorú generációjú emberek is csatlakoztak. Nyilván volt egy alapvetően fiatalabbakból álló csapat, de hál' Istennek ma már azt mondhatom, hogy tényleg a 10 évestől a 70 évesig, mindenfajta 80 évesig is akár mindenfajta korosztály ott van. Többségében vannak a fiatalok, de van minden korosztály, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez a csapat így megnőtt, és akkor így próbáltuk ismerőseket, barátokat elhívni, de a legmodernebb technikát, a közösségi médiás hirdetésektől kezdve a szórólapozáson, hát mindenféle technikát próbáltunk használni arra, hogy eljussunk az emberekhez. Az előző kérdésre, hogy kopogtatás, igen, próbálkoztunk vele, de mintha a mai ember nem így működne. Hát ez az intim szférája, és oda már nem várja feltétlenül, hogy bekopogjunk. Ezért egy szórólappal, videókkal, meg hasonló dolgokkal próbáltuk elérni az embereket, és hát azóta pedig folyamatosan, hál' Istennek, újabb és újabb emberek jönnek. Van, aki hallott rólunk a közösségi médiában, látott egy szórólapot, valakit az ismerőse és a barátja hozott el, úgyhogy nagyon vegyes a kép. Ugye az mindig nagy kérdés, amikor arról szoktunk beszélni, hogy a 21. században különböző társadalomtudományi területen, hogy a mai embernek legnagyobb problémája, hogy bezárkózik, pontosabban áttereli az életét a virtuális világba. Ott ezer egy meg egy ismerőse lesz, akivel szívesen beszélget, de a mai világban a kémúlónak tűnik az, hogy az ember szemtől szemben megálljon a másikkal, időt szálljon rá, beszélgessen. És akkor persze itt mindjárt nagy kérdés. Lelki értelemben keresők az emberek, lelki értelemben vágynak arra, hogy hát nézd, be lehet menni egy új helyre, miközben mondjuk borzongattal a gondolattól, hogy már megint templomba kéne menni, mert mondjuk van egy gyerekkori rossz élménye. Igen, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy pozitívum, hogy itt mi nem egy templomépületben találkozunk, illetve az épület a gyülekezettől fog templommá válni.
És a legtöbb visszajelzés egyébként éppen a közösségünkre érkezik, ami szerintem azért is erősebb talán, mert minden alkalommal össze kell fogniuk, fel kell pakolni azokat a székeket, van feladatuk, érzik a helyüket, és ez formálja és kihat az egész gyülekezeti életre is egyébként. A mai embernek, hogy hogyan keres, milyen értelemben kereső, nagyon sokan azt mondják, hogy én nem hiszek semmiben. Ezen is elgondolkozva éppen most a jövő vasárnaptól fogunk egy új sorozatot indítani, a Te miben hiszel címmel. Mert annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy én nem hiszek semmiben, vagy én nem hiszek Istenben, olyan világnézetek és gondolatok befolyásolják a hitünket, ami sokszor nem is tudatos. Úgyhogy erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, és szeretettel várunk mindenkit erre a jövő hét vasárnapi alkalmunkra is. Hát adja is, minél többen hallják meg a hívószót, és menjenek el. Sok erőt és áldást kívánok a további működésükhez. Köszönöm szépen, hogy elfogadtak a meghívásunkat. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!